Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! Tisztelendő érsek, atya, kedves paptestvérek, kedves testvérek a templomban, és azok is, akik a tévé képernyőn keresztül kapcsolódnak be a mai szentmisében. Isten hozott érsek, atya, paptestvéreket is. Mai szentmisén, mai szentmise az esperes kerületi gyűlésünknek, a tavaszi esperes gyűlésnek a kezdő szentmiséje. Örülünk, hogy ebben a helyzetben is, ha ilyen módon is, de meg tudjuk tartani ezt a összejövetelt, ezt a tanácskozást, és kérlek, és a Atyát megvezesse a liturgiát. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm kedves testvéreket, főtisztelendő, főesperes atyát, esperes atyát, plébános atyát, kedves paptestvér, benneteket. A papság szentsége az egyháznak egy óriási ajándék. Ezt mi nem csak tudjuk, hanem napról napra tapasztaljuk. Tapasztaljuk a saját emberi adottságainkat, korlátainkat, és tapasztaljuk a szentségnek az erejét, ami arra segít, bátorít, képesít bennünket, hogy Jézus Krisztusnak az üzenetét, húsvét üzenetét erővel tudjuk képviselni a ránk bízottak körében. Jó találkozni és megbecsülni önmagunkban, egymásban a papság szentségét, és jó találkozni azért is, hogy közösen tudjunk készülni azokra a feladatokra, amelyeket az egyházunk számunkra kijelöl. Ebben az esztendőben egyházunk ajándékaként gondolunk és kérjük Szent Józsefnek a közbenjárását. Szent Atyánk ezt az esztendőt az ő tiszteletére dedikálja, mi is ebben szeretnénk elmélyülni, és ebben szeretnénk fölkészülni, hogy kedves testvéreket bárhol is az egyház megyében minél jobban, bátran, erővel tudjuk szolgálni. Méltó módon szeretnénk ünnepelni, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Jónom, a mindenható Istennek, te testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, Te évről évre megörvendeztetsz minket Szent Fülöp és Szent Jakab apostol ünnepével. Tekints imádságaikra, és add, hogy részesedve fiad szenvedésében és feltámadásában eljussunk örök látásodra. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent Pál apostol, a korintusiakhoz hívt első leveléből, testvérei, figyelmetek ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok és szilárdan kitartotok bennem. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek hívőké. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint. Eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az írás szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek, később egyszerre több mint 500 testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élve, néhányan azonban már meghalt. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak, utánuk pedig mindegy elvetélyeknek megjelent nekem is. Ez az Isten igéje. Mostantól fogva ismeritek őt és látjátok.
Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem. Sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek, majd nevemben, az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Ezek az evangélium igéi. Áldott téged, Krisztus! Főtisztelendő paptestvérek, kedves testvérek! Mindannyiunk vágya, örök emberi vágy, szeretnénk ismerni az Istent. Szeretnénk látni. Akit látunk, úgy gondoljuk, jól ismerünk. Ismerjük őt, ismerjük ki ő, ismerjük tulajdonságait. Jelen van számunkra. Mutasd meg nekünk az Atyát. Mindannyiunk szívében ez ott van. Talán nem így fogalmazzuk meg a kérést, a kérdést, nem így születik meg a szívünkben a vágy, de a lényege mégis ez. Hiszen amikor azt mondjuk, milyen ki az ember, milyen az emberi létnek a természete, mi az én életemnek az értelme, miért a szenvedés, hol van az Isten, hogyan kerülhetek vele kapcsolatba? Hogyan imádkozzam? Amikor imádkozom másokért, akkor ezt hogyan tegyem? Amikor saját betegségemre gondolok, vagy éppen arra a helyzetre, miszerint nem nagyon tudunk egymással találkozni, vagy alig kapcsolataink meggyengülnek, hol van az Isten, hogyan látja ő ezt? Ugyanez a kérdés. Mutasd meg nekünk az Atyát. És Jézus megmutatja nekünk. Aki engem lát, látja az Atyát. Milyen Atyát mutat be nekünk? Milyen Istent mutat be nekünk Jézus? És a húsvéti időben különös módon is erősen fogalmazzuk meg ezeket a kérdéseket, hiszen az egyház ezt teszi. Húsvéti időben azon elmélkedünk, milyen az Isten, hogyha az ő fiát értünk adta? Milyen az Isten, hogyha bennünket életre támaszt? Milyen az Isten, hogyha önmaga lelkével akar betölteni bennünket? Jézus egyértelműen és minden mást megelőzően úgy mutatja be az Istent, mint Atyát. Az én Atyám és a ti Atyátok. Gyermekeik vagyunk. Hozzátartozunk, gyermeki bizalommal, az Atya pedig gondoskodik rólunk. Úgy szólíthatjuk őt, Abba, Atya, a bennünk lakó lelke által. És ez igaz akkor is, amikor szenvedek, igaz akkor is, amikor rossz kérdéseket teszek föl, igaz akkor is, amikor indulataimmal küzdök, igaz akkor is, amikor félek a magánytól, a betegségtől, az eltaszítottságtól, akkor is, Atya. Jézus úgy mutatja be az Istent, mint Atya, mégpedig irgalmas Atya. Kivonulás könyvében olvassuk, amikor látja az Isten az ő népének a szenvedését Egyiptomban, így hangzik el a Szentírás mondata,
fülembe vettem népem kiáltását. Meghallgatom őt, és megszabadítom. Az irgalmas Isten ilyen. Fülébe veszi népének, gyermekeinek a kiáltását, óhaját, talán meg sem fogalmazott szavainkat, és élettel ajándékoz meg. Milyen az Isten, milyennek láthatjuk Jézus Krisztusban az Istent, atyának, irgalmas atyának, aki élettel ajándékoz meg bennünket. Jézus búcsúbeszédében is, feltámadása után is többször kér bennünket, ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Aki megtartja parancsaimat, az szeret. Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Én is szeretni fogom, és atyám is, és lakást veszünk nála. Vagyis az élet Istene tanít bennünket élni. És ismét azt mondom, a húsvéti időben pontosan ezt az időszakot éljük át, ezt a tevékenységet tesszük az egyház gyermekeiként. Ha Krisztus föltámadott, vele együtt mi is föltámadunk, élettel ajándékoz meg. Hogyan kell élni? És Jézus azt mondja, tartsátok meg parancsaimat. Ha szerettek engem, megtartjátok. Atyám is szeretni fog benneteket, és lakást veszünk nálatok. Szeretnénk látni az Istent. Milyen az Isten, hol van, hogyan érhetem el, hogyan kerülhetek vele kapcsolatba, és ünnepeljük a nagy titkot, a Krisztust, aki értünk emberré lett, meghalt és föltámadott. És ezt a titkot fogalmazta meg számunkra a mai Szent Lecke röviden. Ő életét adta érettünk, azért, hogy nekünk életünk legyen. És ez a Krisztus az, aki megmutatja nekünk az Isten arcát, atyaként, irgalmas atyaként, élettel ajándékozó Istenként. És olyan Isten, aki elküldi a lelket, önmaga lelkét, hogy bennünk éljen, bennünket erősítsen, bennünket támogasson, erővel töltsön el, megújítsa lelkünk ifjúságát. Várjuk a lélek kiáradásának az ünnepét, lelkesen buzgón, abban az örömben, hogy tudjuk, Isten atyánk, Isten irgalmas, Isten az élettel ajándékoz meg bennünket, és Isten a lelke által akar éltetni, újjáteremteni, szabaddá tenni bennünket. Legyen bátorságunk ezen fölismerések okán változtatni mindennapi döntéseinken, mindennapi kialakított életstílusunkon, szavainkon, gondolatainkon, mert hisszük, hogy Jézus Krisztus atya a mi atyánk. És erről nem csak elmélkedünk, hanem a szent áldozatban ünnepeljük. Krisztus odaadja érettünk önmagát, mi pedig ezért dicsőítjük az atyát úgy, ahogyan a mai evangélium záró mondatai mondják ezt, hogy az atya megdicsőjön a fiúban, az atya megdicsőjön mi bennünk is. Amen. Kérjük testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Fülöp és Jakab és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket. Áld meg, Urunk, egyházadat, Ferenc pápánkat, György főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol az elemi csapásokat,
hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Kérjük téged, hallgass meg. Végül engedd, Urunk, hogy elhűlt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk. Kérünk téged. Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesíts reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el adományainkat, amelyeket Szent Fülöp és Szent Jakab apostol ünnepén bemutatunk előtted, és tedd tisztává fedhetetlenné vallásosságunkat, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úr. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert nyájad a török pásztorunk magára nem hagyod, hanem szent apostolaid által mindvégig őrzöd és óvod, hogy azok kormányozzák hívő népedet, kik rendelésedből állnak nyájad élén fiat helyett, mint pásztorok. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta,
és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházod áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ámen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, tisztítsd meg lelkünket szent ajándékaid által, amelyeket magunkhoz vettünk, hogy Szent Fülöp és Szent Jakab apostollal együtt meglássunk téged fiadban, és eljussunk az örök életre. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, örök, hogy együtt ünnepelhettünk. Kérem testvéreket, mint ahogyan egyébként is napról napra imádságukkal támogatják papjainkat, az egyházmegye papjait, ugye ezt most különös módon is tegyék, mind a tanácskozásunk eredményessége érdekében, mind pedig azért, hogy az Úristen irgalmazzon nekünk és ajándékozzon meg itt az egyházmegyében új papi hivatásokkal, akik lelkesen tudják Jézus Krisztus megismerve, szeretve bemutatni az Atyát, az Atya arcát. Mi most itt találkoztunk színről színre az Istennek a jóságával az Eukarisztiában. Legyen ez bátorításunk, legyen erőforrásunk. Bármilyen élethelyzetben is látjuk az Atyát, mert ismerjük Krisztust. Az Úr legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve. Segítségünk az Úr nevében. Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.